Ezzel a dallal kedveskedtek a Hild iskola diákjai a nyugdíjasoknak a Pentele klubházban tartott anyáknapi rendezvényen. A diákok hetekig készültek, a dalokon kívül verssel kedveskedtek az időseknek, akik meghatottan hallgatták a fiatalokat. Direkt az idősebbeknek, mert ők is ugyanúgy megérdemlik az anyáknapi műsort. Hát kicsit késve, de ők is megkapták. Hey, anyukinek adja, melyik szeret jobban. Műsorukat a Pentelei Nyugdíjas Klub tagjai ajándékkal köszönték meg, ugyanakkor ők is készültek az ünnepségen. A nyugdíjasok elégedettek voltak a diákok előadásával. Nagyon ügyesek voltak, és tényleg mindent beleadtak, amit az édesanyának kellett. Én is édesanya vagyok, és velük érzek. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzék voltam. Nagyon tetszett, szeretem is őket, mert már szerepeltek itt nálunk, akkor is nagyon aranyosak voltak, és most is meg vagyok velük elégedve. Attól függetlenül, hogy nem óvodások, másmilyen műsort kaptunk tőlük, de szépet. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.